A vádirat szerint a 31 éves férfi és a 40 éves nő 2022. május 18-án 23 óra körüli időben a férfi javaslatára bementek a sértett férfi szolnoki lakóházába. Az ott lakó idős sértett férfi észrevette őket és el akarta küldeni. Mire szóváltásba kerültek és a 31 éves férfi elkezdte ököllel ütni az idősebb férfit, aki emiatt a földre esett, majd ezután is testszerte ököllel tovább ütlegelte, folytogatta és rugdosta, miközben a nőtársa is két alkalommal megrúgta az idős férfit. A férfi még a társa felszólítására sem hagyta abba az idős férfi brutális bántalmazását. A férfi miután végül abba hagyta a bántalmazást, pénzt keresve átkutatta az ájult férfi ruházatát, de mivel értéket nem talált, így a lakásból a nőtársát követően ő is távozott. Miután a bántalmazott férfi magához tért, a három házzal odébb lévő másik lakóház irányába indult, ahol azonban ismét eszméletét vesztette. Itt talált rá két nap múlva a szomszédja az udvaron, és akkor hívott hozzá segítséget. A bántalmazott férfi a cselekmény során testszertes számos csonttörést, valamint a tüdő közvetlen életveszélyes sérülését szenvedte el, és a bántalmazással összefüggésben kialakult baloldali súlyos tüdőgyulladás szövődményei miatt 2022. május 23-án elhalálozott. Az ügyészség a vádiratában a büntetett férfivel szemben fegyházban letöltendő szabadságvesztés, míg a nőtársával szemben börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabására, illetve mindkettőjükkel szemben közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt, továbbá indítványozta, hogy a bíróság a férfi esetében állapítsa meg, hogy nem bocsátható feltétele szabadságra. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni. A döntést a férfi letartóztatásban, míg a nő bűnügyi felügyeletben várja.